Hiába kérik több oldalról, nem mond le a mohácsi polgármesteri posztról az MSZP-s Csorbai Ferenc. A szocialista politikus azért nyerhetett az egyértelműen fideszes településen, mert szeptember végén elhunyt Szekó József, aki 1998 óta vezette a várost. Mivel nem volt más induló, így a mohácsiak érvénytelen szavazatokkal üzentek. Csorbai Ferenc egyedüli jelöltként kevesebb, mint fele annyi szavazatot kapott, mint amennyi érvénytelen voks volt az urnákban vasárnap. Ennek ellenére egyelőre nem mond le. Még mindig égnek a mécsesek a mohácsi városháza előtt. A szeptember végén tragikus hirtelenséggel elhunyt polgármester gyászolja a város. Szekó József váratlan halála után egy kihívó maradt a Baranya megyei településen, a szocialista Csorbai Ferenc. Új jelölésre nem volt már lehetőség, így vasárnap csak ráadhatták le szavazataikat a mohácsiak. A választás előtt a Fidesz helyi szervezete többször is azt kérte Csorbai Ferencről, hogy lépjen vissza a jelöltségtől a kialakult helyzet miatt. Az ellenzéki pártok többsége is ezt tartotta volna fernek. A DK Jobbik Momentum helyi képviselőjelöltjei közleményben jelezték, bíznak abban, hogy a tisztesség jegyében Csorbai Ferenc visszalép, hogy aztán időközi választást lehessen kiírni. Ugyanakkor az MSZP szóvivője Nyakó István egy lapnak adott interjújában leszögezte, hogy jelöltjük nem fog visszalépni. Úgy fogalmazott, hogy ketten érezték magukat alkalmasnak a polgármesterségre. Egyikük elhunyt, ettől ő még alkalmasnak érzi magát, meg is kapta a kellő támogatást. Csorbai Ferenc előzetesen csak annyit mondott, hogy ha kevés szavazatot kap, akkor nem fogadja el a tisztséget. Arra viszont nem tért ki, hogy szerintem mennyi szavazat számít kevésnek. Végül vasárnap úgy lett Mohács polgármestere, hogy sokkal többen szavaztak érvénytelenül, mint amennyien támogatták őt. Vagyis a 15 000 választásra jogosult mohácsi közül mindössze 1867 lakos támogatta az egyedüliként induló jelöltet, míg 4076 ember, feltételezhetően tiltakozását kifejezve, érvénytelen szavazólapot dobott be az urnába. Az amelynek nyilatkozó mohácsiak új választások kiírását szeretnék. Nem is mentek el sokan szavazni, 15 000 valamennyiből 6 000-re mentek el. Ez egy sajnálatos dolog. Ez a helyzet így alakult, úgyhogy szerintem az lenne az igazságos új választás lenne. Csorbai Ferenc lemondása eddig még nem történt meg, sőt úgy tudni, csütörtökön elfoglalta a hivatalát is. Nem tartjuk erre alkalmasnak. Mohács fideszes alpolgármestere szerint a számok magukért beszélnek, úgy fogalmazott. A helyiek nem szeretnék, hogy Csorbai Ferenc üljön a polgármesteri székben, ezért lemondásra szólítják fel. Érdekes, hogy még a saját kerületében sem kapta meg a választói mandátumot. Ennek következtében mind mi, mind pedig a város úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy akadálytalanul és eredményesen tovább tudjuk folytatni Mohácsért a munkát, nem ő neki kell ebben a székben ülnie. Csizmadia Csaba arra is kitért, hogy ha a városvezető nem mond le, akkor a törvényi lehetőségeket kihasználva fél év múlva feloszlatják a testületet és egy új választást írnak ki. Az új szocialista városvezetőt többször is kerestük telefonon, de nem értük el.